magas kultúrának fogunk hódolni. Horvátné Magdolna Károly, túró. Amikor azt gondolod, hogy az életed túl jó, akkor lép közbe a túró. Fehér ugyan, csillog, mikor rásüt a nap, de sokkot kap tőle a pap. Mert az a fehérség egyre büdösebb lesz, ahogy a nap süti, úgy émelygeti a tested egyre jobban, sorvasztja, leviszi el a korban, egészen az utolsó évszámokig, amit még talán megélsz, de lehet, hogy sokkal előbb viszel a penész. Kicsi Johnny, mócsing, apámon szépen áll az ing, csak van rajta egy mócsing. Jön anyám, hogy ezt lemossa, miközben a gatyáját telefosta. Hiába jönnek a vendégek, nem látnak nálunk csak rémet, ezért azt javasoltam neki, jobb lesz inkább a meki. Emberek, álljanak meg! Én költő vagyok. 80 éve itt ülök. Ebben a parkban is itt találom ki a legjobb verseimet. Az egyiknek például az a címe, hogy... Almaecet. Almaecet! Hadd mondjam el maguknak, hát ha meggondolják, hogy milyen hihetetlen, komoly, kulturális alkotások születtek ebben a parkban szobor nélkül is. Rotációs kapa. Például a rotációs kapa versem, de várjanak, még versben vagyok, azért mondtam, hogy nem egyszerre elmegessék. Ha már ne csöngessünk, hogy éppen versben vagyok, csak kicsit hosszan vezettem föl, de oké, semmi baj! Most a magas művészetnek hódolunk az egyik producer kérésére. Horváth P.C. Károly! Mi volt a cím? Almaecet. Almaecet. A drogoktól a rövid távú memória halott. Almaecet. Volt egyszer egy kicsi ház, ami nagyon tetszett. Volt benne. Volt benne elég sok almaecet. Oda jártunk az egész család, igen. Eljött még apád. Ott ismertük meg azt a faragatlan Tuskót. De utána már mindegy, mert halott volt. Az ecetből annyit ivott az a szegény ember, hogy ránézni már a sírjára senki nem mer. Mert össze van aszma az is, mint az ecet, mit szétmar. Nem marad belőle csak egy kar. Az a kar viszont még mindig az égnek mered. Hogd meg a mered.